Köszöntöm a járási panoráma nézőit! Csütörtök délután tartották a Moson-Magyaróvári nagytérségi települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése című projektjének záró rendezvényét. 71 település így a kor színvonalának megfelelő rendszerrel fog rendelkezni, amely jelentősen javíthatja az itt élő emberek életkörülményeit. Közel 4 milliárd forintos fejlesztés, amelyet a Moson-Magyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vitt véghez az elmúlt időszakban. Átadták a regionális hulladékkezelő központ új részeit János Somorján. Egyik olyan záró rendezvényen vagyunk, egy olyan hulladékos beruházás záró rendezvényen vagyunk, ahol ami több mint 70 települést érint. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen példaértékű ez, mind Magyarországon, mind az Európai Bizottságon belül, illetve a támogatás politikában, mert tudjuk, hogy mekkora probléma és milyen nehézség összefogni akár már 3 vagy 4 önkormányzatot. A társulás által megvásárolt 5 hektáros területen 2 nagy csarnok épült. Egyik egy a szelektív gyűjtésnek a válogató csarnoka, ami azt jelenti, hogy összeszelektíven gyűjtött hulladék bekerül egy válogatóba, ahol további válogatáson átesve, bálázva, előkészítve az eladásra kerül ki. A másik oldal pedig a hagyományos gyűjtés összes szürkekukás hulladéka fölkerül egy válogatóműbe, ahol mindenféle brosták, meg törők, meg szeparátorok, meg külön válogatják az éghető és a nem éghető frakciókat. A tervek szerint a gépsor ebből olyan anyagot gyárt, amelyet pénzért lehet majd értékesíteni. Ami ezután is megmarad, az a hulladékdombra kerül. A legnagyobb feladat azonban még hátra van, maga az üzemeltetés. Úgy gondoltuk első körben, legalábbis így indult a pályázatunk, hogy nem mi fogjuk üzemeltetni, nem a társulás fogja üzemeltetni ezt a rendszert, hanem a meglevő üzemeltető, közszolgáltató, akit kiválasztottunk, ő fogja ezt üzemeltetésre átvenni. Most nem azt, hogy átvette, hanem nekünk kell megvenni a közszolgáltató céget a törvényi változások okán, ezt már többször elmondtam. Hát az önkormányzatok visszaveszik ezt a feladatot gyakorlatilag saját kezükbe, és a szállításnak, a gyűjtésnek, a szállításnak és az ártalmatlanításnak a teljes vertikumát ők fogják működtetni egy a társuláson keresztül tulajdonolt cégben. Az érintett településeknek a hulladékkezelő hosszú távon egy biztonságos közszolgáltatást jelent. Azért azt látni kell, hogy nálunk legalább ilyen szinten erről nem beszélünk. Azokról a nehézségekről beszélünk, hogy a meglevő hagyományos gyűjtés mellé hogyan tudjuk beilleszteni ezt az új rendszert, ami egy komfortosabb, egy házhoz menő zöld hulladék, egy házhoz menő szelektív gyűjtés, egy környezettudatos válogatómű működtetését jelenti. Na most ennek a beillesztése a rendszerbe az, ami nehézséget okoz jelen pillanatban, több szempontból is, egyrészt anyagilag teszem hozzá, tehát itt milliárdos eszközöket kéne beüzemelni, úgyhogy erre most jelen pillanatban az anyagi fedezet csökkentett mértékben áll rendelkezésre. Valamint még folyik az engedélyeztetési eljárás, de ahogy megérkeznek a környezetvédelmi papírok, azonnal megkezdi működését az új csarnok. Hát másrészt pedig ugye most engedélyeztetési eljárások akadályoznak bizonyos folyamatokat, tehát az, hogy itt dübörögjenek a gépek, az, hogy a hulladékudvarok megnyithassanak, arra környezetvédelmi engedélyekre várunk. Nyilván ez a lakosság részéről csak magyarázat, vagy a részére csak magyarázat, de mégis tényszerűen így működik. Moson-Magyaróváron közel 150 civil szervezet működik, amely felöleli az oktatási, kulturális, az egészség, illetve a sport területét. Évente egy alkalommal a civil napon köszöntik az egyesületeket, amelyek bemutatkozási lehetőséget is kapnak. Ilyenkor adják át a város civil díját, valamint a Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület elismeréseit is. Moson-Magyaróváron közel 150 civil szervezet működik, felölelve a szociális, az egészségügyi, a kulturális szférát, vagy éppen a sportot. A 14. civil napon az egyesületeket köszöntötték, hiszen egy város életét meghatározzák ezek az öntevékeny csoportok. Moson-Magyaróváron a civil szervezetek megfelelő figyelmet kapnak az önkormányzattól, az itt dolgozó vállalkozásoktól, Moson-Magyaróvár lakosságától. E figyelem jele, hogy az önkormányzat pályázati alapjaival anyagilag is támogatja a civil szervezetek programját, és sok szervezet a Feskáró Kulturális Központban lehet otthonra, amit külön köszönjük. A város képviselőtestülete idén a civil díjat az Okay Dance csoportot támogató mozgás és tánckultúra fejlesztéséért alapítványnak ítélte oda. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a városnak ezt a díjat, a gyerekek versenyeztetésére fogjuk fordítani, ami jövő évben Pulára készülünk, Horvátországba, jövő évi világbajnokságra,
és a gyerekeknek a kiadásaira fogjuk fordítani. 2005-ben alapítottuk az alapítványt, pontosan azért, mert egy világbajnokságra, Európa-bajnokságra való eljutás rendkívül költséges. Ezt mindenki tudja, az utazás, a szállás, a nevezési díjak. 2006 óta veszünk részt Európa és világbajnokságokon, 2007 óta az IDF Nemzetközi Táncszövetség versenyein veszünk részt, immáron 7-szer idén. Jövőre, mint mondta Kinga, Pulára készülünk szintén. A versenycsapatunk általában 20 és 30 fő között mozog a gyermekek létszáma, és az ő utazási és egyéb költségeibe próbálunk besegíteni az alapítványunkkal. Úgyhogy nagyjából úgy működik, hogy évről évre összegyűjt kis pénzösszeget, májusba szétosszuk az éppen akkor világbajnokságra utazó gyerekek között. A Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület két díjra tesz felhívást évről évre az általa ismert egyesületeknek. Az ő javaslataik alapján 2013-ban az év civil szervezete az Életfa Egyesület volt. Rendszeresen segítenek kiosztani a rászorultaknak az Európai Unióból érkező élelmiszercsomagot, idén pedig ők szervezték meg a nagycsaládosok országos találkozóját itt Moson-Magyaróváron. Ebben az évben 148 tagcsaládunk van, hát hogy van, ahol 10. gyereket várják, van, ahol már van 10 gyerek, van, hogy 14 gyerekes is van, de általában azért 4 gyerekkel kell számolni. Tehát 148x4 az olyan 700 körül van, ugye, ha jól gondolom. Talán észrevették a városban, hogy vagyunk, és igyekszünk a várossal is felvenni a kapcsolatot. Tehát nem csak a saját családjainkért, hanem megpróbálunk a más rászorulókért is valamit tenni, és talán ezzel a díjjal azt jelezték, hogy észrevették ezt a tevékenységünket, ezt a szándékunkat. A Kulturális Egyesület javaslatokat vár a mecénás díjra, illetve a mecénás külön díjra is. Azok a társas és egyéni vállalkozások kaphatják meg ezt az elismerést, akik jelentősen támogatják a civilek tevékenységét. Több városi rendezvényen vettünk részt az elmúlt 10 év alatt. Próbálunk mindig kicsit fejlődni, kicsit beruházni, visszaforgatni eszközökbe, hogy színvonalasan tudjuk elvégezni ezt a fajta munkát, ami kicsit a hétköznapjainkból kiszakad. Az, hogy most elismerték, hogy támogatjuk a civil szerveket Moson-Magyaróváron, ezt dupla örömmel tesszük. Egyrészt én átélem azt Lipóton polgármesterként, hogy büszke vagyok arra, hogy 8 civil szervezet is nagyon jól működik. Ez a mai világban nagyon fontos. Ez mint a szeretet, a összefogást mai időben főként fontos erősíti. És ha azt mondom, hogy egy közös célért dolgozik Lipót, Moson-Magyaróvár, és nagyon jó a kapcsolat, mint Moson-Magyaróvár és Lipót közt, mint polgármesteri szinten is, vállalkozó szinten is, úgyhogy nagyon sokan keresnek minket országos szinten különböző támogatásokért, de lehetőséghez mérten a Moson-Magyaróvári civil szervezetet előnyben részesítjük, és próbáljuk őket támogatni. Nem nagy módú, ami kis módú, adottságomból terjed, abból segítem a szegényeket, és annál jobb dolog nincs, ha valakinek adni tudok. Minden vállalkozott arra kérek, hogy kicsit is meg akarja ismerni ezt a jólétet, ezt a jóérzést, ezt a adományzást, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, és támogassa a szegényeket, ez a kérésem. Az aulában civil szervezetek mutatták be tevékenységüket, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat pedig egészségszűrést végzett. A vegyes tulajdonú közvilágítási rendszert gyakran megsínylették a városlakók. Most viszont, ha nem világít egy-egy utcai kandelláber, akkor a városüzemeltető és fenntartó Kft. Szakemberei elhárítják a hibát. Ahogy a nappalok rövidülnek, egyre inkább szembetűnőbb lehet a változás, ugyanis a VÜF munkatársai sokkal hamarabb el tudják végezni a javítást. A városi lámpaoszlopok eddig 70%-ban az áramszolgáltató, 30%-ban pedig a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Tulajdonában álltak. A javítási munkákat így nem minden esetben a városi közműszolgáltató végezte. Hogy gördülékenyebben és hamarabb odaérünk bizonyos pontszerű javításokhoz, tehát fényforrás meghibásodásokhoz, ezért valamilyen formában fölvettük a kapcsolatot az EON-nal, és hogy valamilyen formában ezt átkerüljön a városüzemeltetőhöz, illetve az önkormányzathoz, akár bérleti viszonyba, akár tulajdon viszonyba, az ő 70% tulajdon részük az átkerüljön hozzánk. Körülbelül innentől lefele a föld alatti kábelekkel együtt az áram szolgáltató, míg innentől fölfele egészen a lámpabúráig a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Kezelésében vannak a villanyoszlopok. Idei év júniusában történt meg a megvásárlás, valamivel több mint 5 millió forint pluszán fejérvette meg az önkormányzat, illetve a Városüzemeltető vette meg ezeket a lámpatesteket, ugye 70% lámpatestet,
és innentől kezdve megszereztük a jogosultságot arra, hogy ezen a 70%-on is a városüzemeltető szerelhessen. Tehát az aktív elemek javításait, mint például egy trafó vagy egy égő kicserélése, és a többi az égőtesthez kapcsolódó szerelést a VÜV szolgáltatja. Pontszerű javításokról beszélünk, hiszen abban az esetben, hogyha egy-egy utcába egy-egy lámpa test nem világít, ugye ez a városüzemeltető feladata. Az, hogyha egy utcába 3-4-5 darab lámpatest egymás után nem világít, az vélhetőleg szakaszhibára utal, ez továbbra is az EON-nak a feladata. A közmű szolgáltató havi szinten kiküld egy szakembert, aki ezeket a lámpatesteket az egész városban ellenőrzi. Mindent elkövetnek azért, hogy minél hamarabb helyrehozzák az észlelt hibákat. Az átalakulásnak volt még egy oka, mégpedig a korszerűsítés. Durván olyan 4000-5000 lámpatest körül van most a városüzemeltető tulajdonába. Ezeknek durván a felét, illetve kétharmadát jelen pillanatban zajlik a tervezés, ezért nem tudok pontos számokat mondani. Durván felét, illetve kétharmadát lecserélnénk ledes lámpatestekre. A maradék részét, ahol még megtakarítás eszközölhető, azokat elektronos előtétekkel látnánk el, tehát szabályozhatóvá tennénk azokat az égőket, amik beszerelve vannak. Ha bármilyen problémát észlelnek a közvilágítással kapcsolatban, célszerű azt a városüzemeltető és fenntartó Kft.-nek bejelenteni. Ha nem az ő hatáskörükbe tartozik a probléma, akkor azt majd ők továbbítják az áramszolgáltatónak. Ne felejtsék el bediktálni a villanyoszlopokon található számot sem, az ugyanis megkönnyíti a szolgáltató munkáját. Vajon Abba Novák Vilmos hogyan festette volna meg Parasztmulatság című képét, ha az 50-es évek jampi világában, vagy a 90-es évek diszkókorszakában élt volna, vagy napjainkban a romkocsmákat látogatná? A lehetséges választ a Hansági Múzeumból kaphatjuk meg. Ifjak ülnek a Csellei ház parkettáján Abba Novák Vilmos Parasztmulatság című képe előtt. A felállított asztalok fölé is fiatalok hajolnak és rajzolnak, különféle stílusban. 2010-ben próbálkoztunk először a nagy rajzolással, akkor Karcagi Endre művésztanárt kértük fel, hogy koordinálja a gyerekek munkáját, akkor ők Kriprónai József képét választották. Most újra próbálkozunk ezzel a lehetőséggel, hisz ez egy országos rendezvénysorozat, amihez kapcsolódtunk. Most fiatal amatőr művészeket kértünk fel, Molnár Esztert kértem arra, hogy tekintse meg a galériát, válaszol egy képet, és fantáziájukra volt bízva, hogy mit kezdenek a képpel. Abba Novák Vilmos parasztmulatságát választották, amit három korba ültetnek át. Az 50-es évek jampi, a 90-es évek diszkó hangulatába, illetve napjaink romkocsmáiba kellett áthelyezni Abba Novák képét. Amikor először bejöttem, nem azt néztem, hogy melyik kép kinek az alkotása, hanem aminek a témájában láttam arra lehetőséget, hogy ezt át lehet gondolni, át lehet ültetni valami másba, mert az a fejezet fő célja, hogy újra gondolni, újra alkotni azt a már kész képet, és úgy gondoltam, hogy ez, mivel egy ünnep, mindenhol van buli, mindegyik korban van olyan jellegző ünnepé, amit le lehet rajzolni, meg lehet örökíteni, úgyhogy felismerhető legyen. Például a jampi korszakban Fenyő Miki Dolliról ez a stílus pörgőszunkja, a baboskendő, ezt nagyon jól le lehet ábrázolni, és mégis úgy, hogy fel lehessen ismerni, hogy ez annak a képnek az átdolgozása. Meghagytam bizonyos elemeket benne, az épületeket, a környezeteket, hogy fel lehessen ismerni. A Csellei házban tehát adott volt a kép és az eszközök, ahol nyugodt körülmények között alkothattak a diákok. A fények. Próbáljuk őket elképzelni igazándiból. Próbáljuk őket feleveníteni, elképzelni, és úgy, hát az elképzelés szerint lerajzolni. Szeretek rajzolni. Tulajdonképpen nem tudtam, mit fogunk rajzolni. De jó elképzelni, hogy valami jó kis képet elkezdünk rajzolni. Az elkészült alkotásokból kiállítás nyílik a rendhagyó időpontban este 8 órakor, Szent Lukács ünnepén, azaz október 18-án, ugyanis ekkor ünneplik a Magyar Festészet napját. Városi mesemondó versenyt hirdetett az Őzikés óvoda. 17 óvis 3 csoportban mondta el választott történetét. A hallgatóság levonhatta a tanulságot, a kis mesélők pedig önbizalmukat növelhették. A Mosonmagyaróvári Városi Televízió is csatlakozott a meséléshez. A 3 csoport győztese ugyanis a kamera előtt is elmondhatta kedvenc meséjét. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ahol a Kortafarkú malactól
túr, eltetszel egy szegény ember és annak a felesége. Hol volt, hol nem volt, az operánciás tengeren innét, csak ide nem messze volt egy szegény tót ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összevesztek. Ezek a mondatok ismerősen csenghetnek még a felnőtteknek is, így kezdődik ugyanis minden mese, azok is, amelyeket az óvisok adtak elő a Városi Mesemondó versenyen. Augusztus közepén hirdettük meg a város minden óvodájának a Magyar Népmesemondó versenyt. Minden óvodából jelentkezett kisgyerek, 17-en jöttek el a mesemondó versenyre. Egy kisgyermek életében fontosak a hasonló megmérettetések. Az óvodapedagógus szerint a versenyzők boldogan álltak ki a társaik elé a megtanult mesékkel, és úgy látták, hogy jól érezték magukat a történet előadása közben. Vidámak voltak, felszabadultan mondták a meséjüket, és játszottak a hangjukkal, igazi kis mesemondók voltak. Az óvodásokat megerősítik azok a pillanatok, amikor rájuk figyel a közönség, a későbbiekben pedig magabiztosabban léphetnek fel, hiszen itt, a társaik és a szülők mellett egy háromtagú zsűri előtt is meg kellett állniuk a helyüket. Volt olyan kisgyerekünk, aki bizony nagyon keveset kommunikált a társaival is, az óvónénikkel is, és mégis jelentkezett a mesemondó versenyre, és a selejtezőn még egy kicsit bátortalanul mondta, de viszont nagyon jól hangsúlyozott, látszott rajta, hogy élvezi a meséjét, így őt is elküldtük erre a Városi Mesemondóra, ahol elsők között végzett, tehát nagyon ügyes volt. Kis csoportban még az óvónéni, középsőtől kezdve azonban már a gyermekek mesélnek egymásnak a foglalkozásokon. A mesemondó versenyen olyan pozitív hatások érték az óvisokat, amelyek bátrabbá tették őket, és ezáltal sokkal könnyebben közölnek dolgokat. Látogatók és kiállítók is egyre szélesebb körből érkeznek a János Somorjai Tök Fesztiválra. Az őszi termények, lakásdíszítő alkotások tárlata minden évben színesebben fogadja a közönséget. Idén a lámpás felvonulás Szentpéterre menetelt. Kibabája ez a csinos barna lány. Műsorral nyitotta meg kapuit a 8. Tök Fesztivál szombaton délután a Művelődési Házban. Őszi dalcsokorral készültek a szereplők, de tökös versek is színesítették az amúgy sem egyhangú programot. Akár meg is sütheted, tetejére mézet csorgatsz, és már nyomban eheted. Most sem csak a névadó növényről szólt a Tök Fesztivál, sokkal inkább színes őszi terménykavalkád várta a látogatókat, kikapcsolódni vágyókat. Kikapcsolódás szempontjából is. Egyébként minden éven eljövünk, megnézzük, szép látvány, sok ember, egyébként úgyse tudunk úgy kiszabadulni, idősek vagyunk, nem nagyon kapcsolódunk ki, és ez meg egy jó kikapcsolódás. A rendező társaskör egyesület tagjai pedig azt mutatták be, hogy a zöldségekből milyen változatos ételeket lehet készíteni. Akár sütemény, akár leves, akár krémek, akár rántva, itt van például ecetestök, ami tényleg egy újdonság most nekem legalábbis, de tényleg nagyon sokféle képen el lehet készíteni, akár főzés technikailag, akár simán csak főzés nélkül megenni frissen, mint például salátába, céklát vagy káposztát répával, tehát minden, ami módon el lehet készíteni, meg lehet csinálni. A recepteket természetesen haza lehetett vinni, kipróbálni. Nagyon sok ötleteset megcsinálnak, és nagyon sok finomságokkal állnak ki, adják, meg lehet kóstolni, mindenféle krémleveseket, ilyen sárgarépától, meg mit tudom én miket, meg finom süteményeket csinálnak, és mindig ott van a recepttel, lehet vinni, és meg lehet csinálni. Meg szokta otthon csinálni ezeket a recepteket, és mi az, amit esetleg már megcsinált otthon? Hát tavalyról már volt ez az almás lepény, ez a különleges, de nagyon finom volt. Úgyhogy most is szedtem össze egy pár receptet, és meg lesz csinálva. A nehezebb ételek hívei rétest, lángost és tócsnit is kóstolhattak az udvaron. Nem csak látogatók jöttek a környékbeli településekről, kiállítók is szép számmal mutatkoztak be. Az Albert Kázmér pusztai csokigyár különleges édességei is sorakoztak a pultokon.
Igazából ezek Albert Kázmér pusztán készülnek, ezek a csokoládék, belga csoki az alapanyag a tejcsokinak meg a fehér csokinak, az étcsoki pedig madagaszkári csoki. Az őszi színek, termények mellett faragott, festett vagy éppen szalmából készült figurákkal is találkozhattunk. A gyerekek az udvaron már kora délután szakavatott kezek segítségével faraghatták ki tőklámpásaikat. Először le kell vágni a tetejét, aztán ki kell belezni, utána meg a szemet, meg a száját ki kell vágni. Kreatív, ötletes munkák készültek, volt, aki szó szerint nagy tökbe vágta a kését. Így fogok fölvonulni. Így, hogy a fejedem van? Igen. És azt tudod-e, hogy mit űzünk el ilyenkor a tökkel? A töklámpással mit űzünk el? Szellemeket. Az eddigi legnépesebb tökfelvonulás indult Szentpéter felé szombat este. A menet bejárta a főutcát és a focipálya környékét is. A sarok vendéglőben koncerttel várták őket. A tökfesztivál szépségei és innyentségei vasárnap délután is sokakat kicsábítottak. A gyerekek azt is kipróbálhatták, hogy régen hogy morzsolták a kukoricát. Mária Kánokon pedig káposztafesztivált tartottak. A nem mindennapi eseményre számos ételkülönlegességgel készültek a falu szakácsai. Vörös káposztás rétestől a torosig remek fogásokkal lakhattak jól a látogatók. Harmadik éve rendezi meg a Mária Kálnoki Nyugdíjas Klub a Falu Káposzta Fesztiválját, amelyet lelkesen látogatnak helyiek és környékbeliek egyaránt. A rendezvény lényegét a káposztás finomságok adják, és még egy dolog. Elsősorban nagyon finom és házi készítésű káposztás ételek. Itt gondolok a káposztás lángostól kezdve sorolhatnám az erdélyi káposztáig, sok-sok káposztás étel, és nem utolsó sorban az együttlét, a nyugdíjasok együttléte. A rendezvény ötlete onnan származik, hogy Mária Kálnok mellett egykor nagy káposztaföldek húzódtak. A határ egy részét még ma is káposztás kerteknek hívják. A falu régi, döntően német ajkú lakói hozták magukkal a növény szeretetét, ezért maradt fenn számos recept a faluban. Ilyen a svábkáposzta, a savanyú káposzta bizonyos változatai és a rétesek. A II. Világháborút követő kitelepítés után odaveszett a régi kultúra, majd eltűntek a földek is. Ma már nem terem meg a növény a falu mellett, ez azonban nem jelenti azt, hogy egy délutánig ne lehetne csuda dolgokat sütni, főzni belőle, feltéve, ha az ember ügyel a feladatra. Az a lényeg, hogy jó alapanyag legyen, igen. Házi káposztából finom hús legyen benne, meg a jó fűszerezés. A káposzta az egyik legolcsóbb étel, de rendkívül gazdag formában lehet felhasználni, mondta Hammer Frigyesné főszervező. Közismert a toros, az erdélyi és székely káposzta, csak úgy, mint paradicsomos változata, és a kétféle rakott kell, de bizonyára kevesebben hallottak a káposztával töltött zsemléről és palacsintáról, vagy épp a süteményekről, a lángosról, vagy a vörös és fehér káposztából készült rétesről. De volt Mária Kálnokon káposztás pogácsa és kalács is, sőt, köretként is felszolgálták, káposztás nokedli kísérte a finom marhapörköltet. Mindez csak ízelítő a kálnoki kínálatból, a kóstolásra pedig mindenki hivatalos. Nem csak nyugdíjasoknak szól, a településünkön élő bárkinek, aki szereti a káposztát, sőt, a falu határán kívül megyek, most már Mosonmagyaróvárról, a környező falvakból, nagyon sok vendégünk van. Azt mondhatnám, hogy a térségből szinte. A fesztivált először 2011-ben rendezte meg a Ballagóidő Nyugdíjas Egyesület próbaként. A siker felülmúlta a várakozásaikat, és ma már kifejezetten hagyományteremtőként gondolnak az eseményre. A vendéglátás mellett az együttlét miatt éri meg sütni-főzni 4 napon keresztül, hangsúlyozta az egyesület elnöke, ami pedig a megkóstolt székelygulyást illeti, nem érheti szó a ház elejét Mária Kálnokon. A zene világnapját minden évben hangversennyel ünnepli meg a Mosonyi Mihály Zeneiskola. Az ünneplés idén jótékony célt szolgált. Egy kis óvodás Rémai Gráfő Fanni gyógyulására ajánlották fel az estbevételét, de sokan támogatójegyet váltva segítették a kisgyermek gyógyítatását. Yehudi Menuhin javaslatára október 1-je a zene világnapja. 1975 óta az egész világon hangversenyekkel ünneplik a muzsikát, amely olyan, mint a levegő. Sokszor csak akkor vesszük észre, ha már nagyon hiányzik. Életünket keresztül fasózzövi a zene, a kölcsőtől a sírig, vagy még azon is túl. A zene az ember legősibb kifejezési formája, ősibb, mint a nyelv.
még én is nem tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. A koncerten adják át a Zeneoktatásért Alapítvány elismeréseit. A tanszakok legjobb diákjainak ítélik oda a díjat. A 2013. év Szatler díjasa Slezák Csaba zongorista lett. Nem csak oklevelet és serleget kapott, hanem felléphet az újévi koncerten is. Az év tanárának pedig Varga Bencét választották az ütőtanszakról. Ez a hangverseny azonban a zeneünneplésén túl a segítésről is szólt. Üzenjük a kis betegnek, a nagymamán és a családon keresztül, hihessen meggyógyulni. Mert nagyon vágyják a kis csoporttársai, barátai, és mi valamennyien. A segítségnyújtásunk ezen ér véget, végig követjük Fannit a gyógyulását, és ha szükséges lesz, ismét segítünk. A közönség hosszú tapsával is gyógyulást kívánt az óvodás gyermeknek. Rengetegen meghallották a hívószót, voltak, akik pótszéken hallgatták végig a hangversenyt. A fellépő növendékek kiszorultak a színházteremből. Sokan támogatói egy megváltásával járultak hozzá Rémai Gráfő Fanni gyógyításához. Összefogásból ezúttal is jelesre vizsgázott Moson-Magyaróvár közönsége. Kedves nézőink! Ez volt a járási panoráma, benne a Felső-sziget köz- és a mosoni sík hírei. Térségi hír összefoglalóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!